Körömlak, szemüveg, elem, parfüm, szalmabála és sárga barack. Ezek voltak megyénkben a legkelendőbb dolgok. A tolvajok ugyanis ezeket próbálták fizetés nélkül elvinni. Nem sikerült nekik. Négy elkövetőt szabálysértési őrizetbe vett a rendőrség. A viszonylag nagy számú elfogás ellenére az adatok azt mutatják, egyre kevesebb az ilyen jellegű szabálysértés. A tolvajok ugyanis akár 150 ezer forintos pénzbüntetéssel és 60 napos elzárással is büntethetők. Ráadásul sok esetben az ítéletre sem kell sokat várniuk a gyanúsítottaknak. Sorsukról gyorsított eljárásban is születhet döntés. 72 órán belül döntés is születhet az ügyben. Ennek megvannak a bizonyos feltételei, adott esetben az, hogy tettenérés legyen, adott esetben az, hogy elismerje az elkövető, tehát a szabálysértő magának a szabálysértésnek a tényét. A székesfehérvári üzletvezetők tapasztalatai pozitívak a lassan egy éve életbe lépett jogszabályról. Többségük szerint az előző évekhez képest 30-40%-kal csökkent boltjaikban a lopások száma. Információim szerint a bevásárlóközpontoknál, plázáknál, tehát ezeknél a helyeknél főleg a önkiszolgáló értékesítés van, egyes információk szerint akár 30-40%-kal is csökkent az ilyen jellegű elkövetés szám. Komáromi Margit szerint az, hogy a rendőrség hatáskörébe kerültek a 20 ezer forintos értékhatár alatti lopási ügyek, egyre több tolvajt tántorít el attól a szándékától, hogy fizetés nélkül távozzon az üzletből. Eléggé visszatartó erő, ez úgy vesszük észre, hogy azóta azért lényegesen kevesebb ez az eset, amit bepróbálkoznak. Az elmúlt évben egyébként összesen 1800 esetben indított a rendőrség tulajdon elleni szabálysértés miatt eljárást. Ezek közül 850-nél volt ismert az elkövető, és több mint 100 tolvajt sikerült elfognia az egyenruhásoknak. A fehérvári boltvezetők tapasztalatai szerint a tolvajok kedvenc árucikkei közé általában a szezes italok, a kávé és az édességek tartoznak. Erről a felső polcról egy liter bort és kávét loptak utoljára ebben a boltban, mégpedig 2010. novemberében. Azóta szerencsére erre nem került sor. A Fehérvár Televízióban Novák Rita összeállítását látták.